Viktória Szorocsinszki gondterhelten járja Berlin utcáit. Ukrajnában született, családja és barátai ott vannak. Édesapjának még csak most sikerült elmenekülnie Kijevből, a mariupoli rokonairól viszont már napok óta nem hallott. We don't know if they're still alive. Nem tudjuk, hogy életben vannak-e még. Csak reméljük, hogy valahogy túlélték ezt a szörnyű helyzetet. Incredibly horrible situation. Nincs áramuk, nincs vízük, és nincs élelmük sem. Water, no food. Viktória Szorocsinszki 8 éve él Berlinben, fotóművészként dolgozik. 11 éves volt, amikor a családja elhagyta az akkori Szovjetuniót. Éltek Izraelben, Kanadában és az Egyesült Államokban is. Ukrajnába gyakran visszajártak. Sok fotója készült ott. Ilyenek például a Lands of No Return, vagyis a Vissza nem térők földje című projektjéhez készült képek is. Ebben 2009-től kezdve a lassan eltűnőben lévő hagyományos ukrán falvakat és azok lakóit örökítette meg. Nagyszülei is egy ilyen faluban laktak Kijev mellett. Gyerekkorában gyakran volt náluk. Boldogan emlékszik vissza ezekre az időkre. Szeretném megörökíteni az utolsó ott élő embereket, de nem szomorú módon. Meg akarom mutatni ezeknek a helyeknek és az ottani embereknek a szépségét. De attól tartok, mostantól még rosszabb lesz ott a helyzet. Ha eddig sem törődött senki ezekkel a falvakkal, akkor mi lesz most? Viktória Szorocsinszki többször utazott Ukrajnába a legújabb Poltavaland című projektje miatt is. Az ország keleti részén található Poltava különleges, mitikus hely, saját mikrokozmosza van, tele kreatív és egyedülálló emberekkel. Viktória többnyire a berlini Art East Gallery-vel dolgozik együtt. Ez egy főleg ukrán művészekkel együttműködő galéria. Tulajdonosa, Cornelia Schmidmeier már a következő kiállítást tervezi Viktória Szorocsinszki munkáiból. Maga Cornelia is évekig élt Ukrajnában. Közvetlenül a háború kitörése után egy alapítványt hoztak létre az üzlettársával, hogy segítsék az ukrán művészeket és műalkotásaik kimentését az országból. Nagyon gyorsan el akarjuk kezdeni a munkát, hogy segítsük a művészeket. Fontos számunkra, hogy továbbra is kifejezhessék magukat és tovább dolgozhassanak, ha tehetik persze. Vannak olyan művészek, akik azt mondják, hogy jelenleg nem tudnak alkotni. Egyszerűen már sem energiájuk, sem erejük nincs. A berlini Odessa Mama ukrán étterem üzemeltetői is segíteni szeretnének. A tulajdonosok, Natália és Alexander Goldjerev a háború kezdete óta már nem csak a vendégekre főznek, de a menekülteket segítő önkéntesekre és ideérkező honfitársaikra is. Ha jönnek az ukránok, akik elmenekültek, akkor adok nekik legalább egy levest, borscsot vagy szoljankát. Az ukrán ételek némi vigaszt nyújtanak Viktória Szorocsinszki számára is. A borscs és a blini az otthon érzését adják neki ezekben a különösen nehéz időkben. Örül, hogy mindenhol nagy a segítőkészség. Sok barátom van, aki megosztja az otthonát a menekültekkel, vagy elhozza az embereket az ukrán határról. Ez nagyon megható számomra, és örülök, hogy az emberek ennyire összetartanak ebben a szörnyű helyzetben. Viktória is szeretne segíteni, főként művészi eszközökkel. Már tervezi a következő fotóprojektet Ukrajnában. Szeretném lefotózni, hogyan jön ki az ország ebből a válságból, és hogyan épül újjá. A fiatal generációra szeretnék koncentrálni. Remélem meg tudom örökíteni az ukrán nép lelkét. Az ukránok véleményem szerint nagyon erősek, és képesek lesznek újra életet lehelni az országukba. Projektjének már neve is van, Ukrajna, a túlvilág, élet a halál után.